Sziasztok! A mai adásban a fúvókák működésének alapjairól lesz szó. Segítségünk lesz majd Béla. Sziasztok! Egy szokványos párcika ember, aki társaival együtt ma a részecskéket fog szimulálni. Helyezzük be Bélát egy osztályterembe. Ebben az esetben Béla egyedül van egy hatalmas teremben, és nem nagyon érdekli, hogy a terem ajta éppen nyitva vagy zárva van-e. Ez hasonló ahhoz, mint amikor egy olyan tartályt vizsgálunk, amelyben nincs túlnyomás, így nyitott állapotban belőre kiáramló gáz sebessége lényegében elhanyagolható. De mi történik akkor, amikor Béla körül a termet megtöltjük sok hasonló pálcika emberrel, mint amikor egy tartályt megtöltünk gázzal? Ekkor Béla már korán sem érzi olyan jól magát a szorításban, de nagyon nem tud mit tenni, hisz a terem zárva van. Ki menni. Béla már nagyon menekülne a szorításból, nagy a nyomás körülötte de a többiektől moccanni is alig tud, így a sebessége minimális. Ez hasonló eset ahhoz, mint amikor egy nagy nyomású gázzal törtött zártartályod van. Abban a pillanatban, amikor kinyitjuk a terem ajtaját, akkor a párcika emberek azonnal el akarják hagyni a termet. Ám a nyílás mélete egyszerre csak egy ember kiutását engedi. A nyílásban a nyomás már kisebb, hiszen itt már fázi, tehát csak hátulról tolják a többiek. A sebessége pedig itt érje a maximumot. Viszont a tennem közepéből kijutni akaró pálcika embereket a nyílás körül feltorlódott társaik fékezik, így a kifelé haladás sebességét valójában a folyamatos ütközések lökés hullámai fogják korlátozni. Ez hasonló ahhoz, amikor egy nagy nyomású tartályból egy egyszerű fullatonát kiáramló gáz maximális sebessége azonos lesz a gáz adott állapotához tartozó hangsebességgel. A kijutás követően viszont Béla és társai minden irányba szétszeradnak így nem igazán irányított a kiáramlás ebben az esetben. A nyílás követően a nyomás szinte azonnal a külső nyomással lesz azonos, ezért a részecskék nem gyorsulnak tovább. Miként tudnánk a kiáramlást irányítani és tovább gyorsítani a részecskéket? Ehhez kicsit át kell alakítanunk a termet és egy töltsérszerű kiáratot képezni egy laval fúvókához hasonlóan. A töltsér szűkülő első része a kiárat felé tereli a részecskéket és egészen az aktuális hangsebességig gyorsítja őket. A kiárat utáni táguló tölcsébe viszont még mindig túlnyomás lesz, így tovább tudnak gyorsulni akár hangsebesség fölé is a részecskék, miközben a kiáramló gáz sűrűsége folyamatosan csökken. A töltsél legvégén, mikor már a túlnyomás megszűnik, a részecskék sebessége a maximális lesz. Mindeközben a falak úgy teredik a részecskéket, hogy azok a töltsér végére már egymással közel azonos irányba hagyják el azt. Abban az esetben, ha hasonlót szeretnénk megvalósítani kisebb méretekben, akkor jellemzően harangformájú kialakítást kell alkalmaznunk. Ez esetben a részecskék elméleti kiáramlási szöge kissé nagyobb lehet, mint a korábbi esetben. Ám mikor a környezet nem vákum, akkor a környezeti gázok jelenléte is terelni fogja majd a kiáramló részecskéket. Ez a klasszikus hajtóművekhez hasonló.